Érdekel, hogy ezt hogy tudod elkészíteni saját magad, vagy hogy honnan tudod letölteni? Akkor tarts velem a videóban. Szóval akkor vágjunk is bele! Először is ebből a kis terepjáróból lesz még magyarosítás, amit ma elkészítünk a videóban. Úgyhogy akkor vágjunk bele! Ahhoz, hogy el tudjuk készíteni a egyedi textúránkat, szükségetek lesz a Unity Assets Bundle Exatról. Exactor. Mindegy, erre a kis programra, amit itt csak simán klikkel is le tudtok tölteni, és ha letöltöttétek, kaptok egy zip file-t, amit megkicsomagoltok, és akkor, hogyha elindítjátok, ez fog fogadni minket, amit mindjárt láttok. Először is szerintem hozatok létre a Documents-ben egy új mappát, hogy FLMod, és utána ide bemásoljátok a Assets Bundle Extractor, mit? 64 bites mappáját, és akkor simán rányomtok erre. És itt van ez a kis ablak, ami nagyon jó nekünk, mert ezzel meg tudunk nyitni fájlokat. De most ez egyelőre nem kell, mivel mi elmegyünk arra, hogy C, meg kimegyünk az egészbe, rámegyünk arra, hogy Program Files, x68, vagy ahol a Steam-etek van, Steam Apps, Common, Flashing Lights Data. Na, benne vagyunk a Flashing Lights-nak a mappájában, és hát mi szeretnénk módosítani járműveknek a... Ez hogy begolt be? Jó. A járműveknek a kinézetét. Ahhoz pedig nekünk módosítanunk kell egy pont assets-re végződő fájt. Na, talán így egy kicsit gyorsabb volt. És akkor nekünk ez a resources.assets nevű fájlunk. Az a lényeg, hogy ebbe vannak a kocsik kinézete, és nekünk most csak ez kell. Úgyhogy ezt most fogjuk. Másolás. És kimásoljuk egy mappába, aminek elnevezzük úgy, hogy backup. Mert ha vissza akarjuk elíteni az alapra a egész játéknak a kinézeteit, vagy valami elrontódott, és nem akar betölteni és crash-el, vissza tudjunk állni backup-ra. Jó? Tehát make a backup. Jó? Tehát csináljunk mentést. Ez nagyon fontos. És hogyha ezzel megvagyunk, elindíthatjuk a Assets Bundle Extractort, amit most már tényleg tudunk használni valamire. Na. Most itt szépen elnyomunk arra, hogy File, Open. Elmenjünk arra, hogy helyi lemez C, Program File, x68, és bemegyünk a Steam-nek a mappájába. Mint ahogy az előbb. Steam Apps, Common, Flashing Lights Data. És ebbe elkeresünk arra, hogy resources.dot. És akkor itt van a resources.assets, megnyitjuk. És ez itt így szépen tölt nekünk. Húha, jó sok fáj van benne. Na, itt van baromi sok dolog. De vajon mit akarunk vele? Hát, módosítani kinézeteket. Na és ez hogy lehet? Először is nagyon fontos, hogy rendezzük először név és típus szerint sorba a dolgokat, hogy utána tudjunk a view shirts by name-mel keresni, de ez nem egy csak ilyen egyszerűen. Rákeresünk arra, hogy mit tudom én, hogy terepjáró, semmit nem fog kidobni. Ezért kell nekünk még egy dolog, amit mindjárt megnyitok. Méghozzá ez. Ez itt kinagyítom nektek. Itt lehet nagyítani? Bocs, a mikrofon. Ó, itt lehet. Tessék, hogy akik telefonon nézik, az is lássák. Itt van a fájnevek. Először is a Police Bicycle. Aztán a mentő. A tűzoltó kocsi nevek. Viszont mi azt a kis előzőleg mutatott terepjárót szeretnénk átfesteni. Szóval megkeressük, nem tudom, hogy ez a 2016 Explorer, azt hiszem, de megnézzük Chrome-on, mert mindent tud.
Nézzük. Igen, ez az, amit mi szeretnénk. Szóval ezt most bezárjuk, ezt is. Na, és akkor itt most mit látunk? Van itt egy location, resources.assets, ez az a fájl, amit mi megnyitottunk. És itt van jó sok név. A marked az, ami rajta van a polisz felirat. És ebből van egy sima fekete, meg egy sima fehér. Mi a fehéret fogjuk módosítani, mert hát a magyar rendőröknek fehér az alapja, úgyhogy ne kelljen már átfesteni. Szóval ezt most kimásoljuk egy az egybe. És ide, view shirts by name, teljesen kitöröljük, Ctrl V. És itt meg is találta nekünk, hogy vfx03xlrdiff.pdl, mit tudom én, nyicsoda. Az egyik, hogy nekünk ez megvan. És oda van írva, hogy ez textúra. Most reméljünk arra, hogy plugins, export to PNG, PNG. Nagyon jó a kiejtésem. Dokumentumok és FLmods. És ide ment is. Jó, ezt most eltüntetjük. Ezt is. És most megtaláljuk mindjárt itt az, hogy ez. Igen, itt van maga a terepjárunk. Úgyhogy én ajánlom egy olyan programot a figyelmetekbe, méghozzá paint.net. Az egy nagyon jó és ingyenes képszerkesztő program, baromi jó, mindent meg lehet velük csinálni. Szóval én ezt is ezzel fogom megcsinálni, link a leírásban. Szóval társítás, paint.net. És ha valahol betölt, akkor elkezdjük szerkeszteni. Ez most nem tudom, mi volt. Az Nvidia szerint a Paint.net egy játék. Köszönjük. Tehát, hogy én most így ráfirkálok a kocsira, az úgy meg fog rajta jelenni. Na szóval, az a lényeg, hogy rárajzolod, amit szeretnél, és akkor mindjárt találkozunk. Na, itt vagyok 4 nappal később. Most így áll az egész. És akkor most ide még felírjuk a csomagtartórai rendőrség, és akkor mindjárt megnézzük, hogy milyen a játékban. Bocsán, gomér, de közben kicsit megfáztam. Meg volt rúgyulásom is, de most ez van. Most én jól vagyok, csak a semmi nincs az orromban, de ilyen a hangom, szóval ez van. Na, ilyen most a kocsi, tehát hogy az a csík az ott úgy, azért csinálom ezt, hogy mert így rá tudok nagyítani, az ott egyen följebb kell, hogy majd menjem. És amúgy szerintem alapból nagyon jó. Na, és akkor felmerült a kérdés, hogy hogyan tudod berakni azt a kis skint, vagy kinézetet, amit készítettél, vagy letöltöttél az fmods.com-ról. Hát, akkor most ezt fogom megmutatni. Először is bezárjuk ezeket a... Ja, persze. Először mentsük el. Lényeg, hogy ugyanabban a formában legyen a kocsi. Tehát, hogyha elforgattad a szerkesztő programba, akkor forgasd ugyanúgy vissza, mert különben egy kavalkád lesz a kocsiból. Tehát, ha most én fejjel lefele raknám be, akkor az egy katasztrófa lenne. Tehát, ha így volt alapból, ahogy kiexportáltad, ahogy a videó elején mutattam, akkor így kell visszaforgatni is. Tehát mindig így mentsd el, hogy tudjad. Hogyha félbehagyod, forgasd vissza, és így mentsd el, hogy tudjad, hogy hogy volt. Megyünk a munkamappánkba, ahol a modokat tartjuk. Én ezt a Documents mappába ajánlom berakni, egy FLmods mappába, de tökéletesen mindegy, hogy jobban rakjátok csak. A Flashing Lights alapból, hogyha egyedi lightbar, vagy ilyen villogó most, vagy fényhíd villogást raksz bele, azt alapból a dokumentsbe nyitja meg a mappát, és így egyszerűbb, hogy úgy navigálsz bele. De azt a lightbar pattern, vagy valami ilyesmi, azt is majd megmutatom, hogy hogy kell készíteni. De először most rakjuk be a kocsink kinézetét. Először is 64 bit. Azt ez mondta extractor, nagy blablabla. Na, már beszélni sem tudok. És akkor file, open. Nekünk van egy fájlunk, amit a dokumentumok és a FLmods mappába tartok. És itt van egy
Assets, resources data set. Azért ajánlom, hogy mindig oda mentsétek el, mert a Flashing Lights-nak a datájába tök nehéz benavigálni, úgyhogy ide mentsétek el. És akkor most megnyitjuk. Tölt egy kicsit. Jó, azt arról már leszettem. Az a lényeg, hogy sose ugyanabban a mappába kezdjük el lementeni. Ha nézzétek, nekem van ebben a mappámban benne van ez. De én ugyanide akarnám elmenteni ebből a programból, akkor lenne egy olyan hiba, hogy nem tudja felülírni, és össze-vissza kavar. Berakod is erőrös lesz a Flashing Lights, mert nem bírja teljesen valamiért felülírni ez a file. Szóval mindig egy olyan mappába mentsük el, ahol nincsen egy ugyanilyen nevű file, vagy egy ugyanilyen assets file. Mert nem bírja felülírni a program, mert kiírja, hogy felülírjuk. Ok, és kiír egy ilyen csomó hibaüzenetet, hogy nem bírta felülírni, és azt bemásod a Flashing Lights-ba, akkor nem lesz semmi változás. Vagy akár crash-elt is. Na, ugyanis szokásosan name és típus szerint sorba rakjuk a dolgokat. És akkor view shirts by name. És innen kimásoljuk a file nevét. Az oldal linke, onnan én ezt a szövegfájt így kimásoltam a leírásban, megtaláljátok. Azt hiszem file names, hogy valami ilyesmi néve. És ok, és itt meg is találta. Tehát megyünk megint, hogy plugins, és most edit. És load. És itt kiválasztjuk azt a képet, ami be akarunk rakni, és nekünk ez az. Jaj, bakker. Na. És megnyitás. Oké. És itt mindenképp nyomjatok rá az igenre. Ez egy nagyon bonyolult golog. Mi? Fú, bakker, összeveszek. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Ennyit kell csinálni. És akkor mondjuk én most az asztalra mentem, mert látjátok, ott nincsen ilyen .assets file. Szóval mentés. És hogyha elmentette, bezárítja azt az ablakot, és akkor nekünk már csak az a dolgunk, hogy átnavigálunk a asztalra, ami kivágás, és ezt itt kitöröljük a kis munkamappánkban, és beillesztjük ezt. És ezt így csak simán áthúzzuk a Flashing Lights datába. Oké, és felülírja. Na, és akkor nézzük meg, mit csináltunk. Na, de viszont akkor megmutatom, hogy hogy lehet ilyen egyedi lightbar, micsodát, hogy is hívják. Na mindegy, egyedi ilyen villogást csinálni, mondjuk csak úgy. Ami az a vicces, hogy erre a játék maga benne van a játékban. Tehát ez nagyon jó, ez egy nagyon nagy pluszpont, hogy alapból a játékban is lehet csinálni. Igen, itt van a másik egyik átfestett kocsim. Ebből nem készül átfestés. Ebből már van. Ebből a Taurusból. És akkor mondjuk nézzük meg nála. Mert nézd. Így villog. Ezt hogy csináltam. Nagyon egyszerűen meg fogom mutatni, mondjuk ezen a kis tragacson. Jaj. Reméljük arra, hogy edit lights. És mondjuk ott föntre. Hé. Csak bágos, és nem akarja, hogy rányomjak. Mit csörömpöszt pöszteló? Na, engeded, hogy rád nyomjak? Engedi, jó. De tehát itt vannak ezek a kis villogók. Ebből a runnerből még nem készítettem átfestést, szóval akkor nézzük meg ezt. Erre így rányomok. És látjátok? Így villog. Most egyelőre. És ha ott van, rányomunk arra a kis ceruzára. A
azt figyeljétek, le ki tudjuk exportálni ezt a villogást, meg ki tudjuk, be tudunk importálni. Szóval, én most először megcsinálom a villogást, tehát ezeket így készeljük. És akkor update. Na. Adjunk hozzá egy lépést. Mondjuk azt, hogy elmegyek orrot fújni. Aztán mindjárt jövök. Kicsit sem bágos ez az egész. Hogy így nem tudok kilépni innen. Ó, be tudjuk színezni az egész ilyen lurnert, vagy mit. Legyen ilyen átlátszó. Hát nekünk most jó lesz. Még rá, hogy add step. Edit step. Na, ha előről nézzük a rendőrkocsit, ahogy előbb megnéztük, jobb oldalt van a kék. Tehát, fogjuk magunkat, és egyesével beszínezzük ezt az oldalt kékre. Egyné, ez megvan. Akkor még egy add step. Csak az a gond, hogy nem lehet duplikálni. Az a lényeg, hogy berajzolod, vagy bepötyögöd úgy a ledeket, ahogy szeretnéd, beállítod úgy az időzítést, ahogy neked tetszik, és utána kiexportálod. Elmented abba a munkamappádba, és utána be tudod importálni a következő módon. Egy ilyen villogónk. Most mit csináljunk? Hát szerintem nyomjuk rá export, lightning pattern. Igen, lightning pattern. Oké, akkor ez a lightning pattern. És akkor beírjuk nekivének azt, hogy Hunga, olyan, mit tudom én, ez micsoda, Lurner, save. És akkor, hogyha én most itt rámegyek arra, hogy Lurner, load, akkor betölt nekünk ezt a villogást. Tehát, amit mi előzőleg kiexportáltunk, azt be tudjuk tölteni. És én amúgy készítettem egy ilyet, ezt figyeljétek. Ez valami gyönyörű, nem gondoljátok? Úgyhogy most csak simán helyem körül, hogy save and exit. És azt figyeljétek, milyen baró. Hát, ilyen szép, amúgy ezeket is lehet editálni, úgy tudom. Na, hát én ezzel tudom zárni most nektek a videót, remélem tetszett és tudtam segíteni. De én Abalinko voltam, szevasztok!